Kedves hallgatóink, folytatjuk is a Közéletet, a közéleti magazinunkat, melynek második témája, hogy a Magyar Fotográfiai Világnapja alkalmából fotókiállítás nyílott múlt héten csütörtökön a zalaegerszegi városrészek művelődési központjában, azaz a Volt Apáczai AMK-ban, és a fotókiállítást a zalaegerszegi fotóklub rendezte. Ennek alkalmából köszöntöm itt a stúdióban a fotóklub titkárát, Zsirai Károlyt, illetve a klubból is kettő tagot, Szabó Lászlót és Kertész Robertet. Üdvözlöm Önöket! Üdvözöljük a hallgatókat! Üdvözöljük a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A fotóklubról beszéljünk egy kicsit, hogy milyen hagyományokra tekint vissza, mióta működnek. A zalaegerszegi fotóklub az 1960-as évek elején alakult. Első vezetője Tóth Antal, az akkori MTI munkatársa volt. Értelemszerűen a tagok többsége az évek során mindig változott. Jöttek fiatalok, egy dolog maradt, a fotózás, a szemnek tetsző témák iránti érdeklődés, ez megmaradt. Ugye minden hárman fotóznak, engem az érdekelne, hogy hogyan indult ez a szenvedély. Robert? Gyerekkoromban kaptam egy nagyon egyszerű kis fényképezőgépet. Be lehetett fűzni a filmet, el lehetett kattintani, és készültek róla fotók, és ott kezdődött ez a fertőzés gyakorlatilag. Elmentünk osztálykirándulásra, a családi eseményekre is. Mindig belefért egy-két templomtorony, egy-két olyan érdekes dolog, amin nem személyek szerepeltek. Valahol ott. Jellemzően megvan mindenkinél, minden klubtagnál, hogy mit fotóz. Tehát van, aki csak mondjuk természetet fotózza. Van ilyen? Hát alapjában véve a klubtagok mindenevőek, de mindenkinek van valami szívének, szemének tetsző dolog. Van, aki madarakat fotózik, van, aki épületeket, van, aki tájképeket. Önökre mi a jellemző? Én inkább a természetet, a tájakat. De mondjuk én egy speciális fajrája tűzöm ennek a fényképezésnek. Inkább a megmutatásban speciális, általában diaporámákat készítek belőle, és így mutatom be a közönségnek. A falra kiakasztott képek azok nálam ritkák, mert szerintem nem olyan látványos. Értem. Robert? Én inkább a városi apróságokat kedvelem. Tehát amikor olyan témát tudok lefotózni, amit mindenki láthat nap, mint nap, mondjuk itt a városba járva, és rá csodálkozik, hogy ő ezt látta, vagy láthatta, és hogy én, ahogy észrevettem, az neki mennyire tetszik, vagy sem. Csütörtökön nyílott ez a kiállítás, gondolom, hogy az önök képei is ki vannak itt. Milyen volt a megnyitó? Hát a... Kik vettek részt a megnyitón? A megnyitón részt vettek klubtagok egy része, akik el tudtak jönni. Hány klubtag van egyébként, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak? Hát körülbelül olyan 25 fő a klubtag stabil létszáma, mindig jönnek újak, vagy elmennek, akik elköltöznek. Korosztály tekintve? Hát a diák, általános iskolás diáktól a nyugdíjas 81 éves nyugdíjasig. Ugye múlt csütörtökön nyílt a kiállítás a Volt AMK-ba, a Apáczai AMK-ba, most már ugye az új neve az a zalaegerszegi városrészek művelődési központja, és meddig is látogatható a kiállítás? Hát körülbelül egy a 3-4 hétig, attól függően, hogy hogyan lesz jó a hely. A megnyitott Vonár Csaba nyitotta meg, úgy tudom, illetve igen, fellépők is voltak, kik voltak ők? Hát igen, egy picit próbáltunk újítani, próbáltuk egy kicsit fiatalosabb, lendületesebbre venni a hagyományos, eddigi hagyományos dolgainkhoz, megnyitókhoz képest. Ugye igazgató urat most nevezték ki, most volt átalakulás, tehát adta magát az ötlettárcán, kínálódott, hogy ő nyissa meg a kiállítást. A fellépők pedig Veronika, ő egy barátnőnk, valamint a zeneiskola két növendéke, gitározott Kocsmár Péter úr, tanár úr diákjai. Kedves hallgatóink, most zenélünk, de a zene után megtudhatják, hogy milyen fotókat láthatnak a kiállításon. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéletet, a közéleti magazinunkat, amelyben vendégem Zsirai Károly, az a Legeszegi Fotóklub titkára, illetve Szabó László és Kertész Róbert klubtagok. Ott hagytuk abban, nyilott a kiállítás a Magyar Fotográfia napja alkalmából, méghozzá az a Legeszegi Városrészek Művelődési Központjába, és egészen szeptember 13-áig látogatható a kiállítás. Hány klubtag munkái láthatóak itt? 19 klubtag képei láthatóak a kiállításon, valamint a kis teremben vetítettünk digiprogramát, 65 kép van. Való. Ez a szó most felkeltette az érdeklődésemet, hogy digipuráma, jól mondom. Digipuráma. Ezek a László a szakértője. László, elmondaná a kedves hallgatóknak, hogy mi is ez? Maradjunk annyiba, hogy ez a kifejezés sem egyértelmű az interneten se, meg a szakirodalomban se. Maradjunk annyiba, hogy digitális diaporáma. A diaporáma maga az a múlt század 60-as éveitől kezdődött, amikor a technika már olyan szintre ért, hogy a diákat vetítőgépekkel, kettővel vagy többel egy helyre vetítették, és ezeknek a gépeknek a fényerejével és különböző maszkokkal eltakarásával tudták elérni egy ilyen különleges érzelmi hatást, és ez természetesen zenére. Ennek a zene egy nagyon fontos része. Akkor a kiállításon is szól a zene ebbe a terembe? A megnyitón szólt a zene, közben ez sajnos nem kivitelezhető, mert ennek ott azért technikai feltételei vannak, a projektor, a vetítés maga. Tehát ilyen képeket is láthat a nagy közönség, hogyha ide a kiállításra ellátogat. Nem, mert ez sajnos ahhoz ott kellene lennünk. Tehát ez csak alkalmanként, ha megszervezve... A megnyitón elég. Volt akkor, megnyitón akkor ezek szerint. Öntől még milyen képek vannak kint? Én csak ezekkel jelentem meg a kiállításon. Hát hála Isten, a közönséget szíven találta ez a dolog. Nagyon szokatlan volt nekik, és úgy érzem, hogy tetszett. Akkor ez egy újszerű dolog, ezt nem nagyon ismeri a nagy közönség még, ugye? Nem nagyon. Én is úgy kerültem ebbe a körbe, hogy azon gondolkodtam, hogy az albumon és a falra kiakasztáson kívül még hogy mutathatja meg valakönségnek. És addig-addig kutattam, még ide-oda jutottam, hogy ez vetíthető formában, zenei aláfestéssel tulajdonképpen nagyobb élvezetet nyújt az én szempontomból biztosan. Van egy kis zenei kötődésem is, zenélek, úgyhogy ez meg pláne jó, hogy néha én játszom fel az aláfestő zenét, néha kölcsön. Robert, önnek milyen képei vannak kint? Hát a beszélgetés elején említett városi részletből van egy. Kíváncsi lennék, hogy ha megnézik, ráismernek-e, hogy hol vajon hol látható. Mert hogy olyan szemszögből fotózta, hogy nem igen, minden egy olyan, napig? Igen, egy olyan részlet. Szerintem nagyon sok ember nap mint nap elmegy mellette. Kíváncsi lennék, hogy észreveszik-e. Ez érdekes lenne tudni. Az előbb hallott zenekartól egy koncertfotó szerepel, meg azt hiszem két tájfotó sikerült még. Hogyan választja ki, amikor készül valaki egy kiállítás, hiszen biztos vagyok benne, hogy rengeteg képük van, hogy melyik az a 4-5 darab, amit én megmutatok a nagy közönségnek? Hát ez nagyon nehéz. Én vértizadok közben, tehát én többfajta témában próbálok otthon lenni, néha kicsit szociafotó, természetfotók kapcsán tájképek, mániám a kockás lilium, azt mindig fényképezik, amikor csak nyílik többször is. Hát nagyon nehéz. Egyrészt próbálok megfelelni a szakmai elvárásoknak, igyekszem olyan képet választani, aminek van valami mondani valója, nem csak az én számomra, hanem ami egyből látszik a néző számára is, mert hiába mond nekem valamit, hogyha a néző felé ez nem világosodik át, vagy nem jön át. Aztán meg egymásnak mondjuk, hogy ez jó, nem jó, ezért tetszik, azért tetszik, azért a klubtagok kritikái, az kemény. Kiállítás előtti válogatáson érdemes lenne ott lenni, amikor egymásnak a képeik, a szűrése zajlik. Saját és az egymás képei. Fotoklubról beszélünk, hogyha most egy kedves hallgató kedvet kapott volna a fotózáshoz, akkor önöket hol találja meg? Hát a www.zalaegerszegi fotoklubációt megtalál. Ott van az én telefonszámom és a klub helyi elérhetősége. Két hetente csütörtökön 6 órától 8 óráig, vagy kifulladásig
vagyunk az Alsó Jánka egyik kulturális egyesület helyiségében. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt mi zajlik, tehát hogy mi történik ebbe a két óra hosszban. Ugye ez havi két alkalom, a hónap első klubfoglalkozásán úgynevezett hóképe választás történik, ahol minden klubtag, aki csak gondolja, hoz maximum 3 képet, ezt ellátjuk egy kis papírcetlivel, sorszámozzuk, és szavazunk. És ez kerül ki a kirakatba, valamint föl a Facebookra az elsőt. De úgy tudom, hogy szakmai előadások is szoktak itt lenni. Ez így van? Igen, kétféle szakmai előadásaink vannak, vagy hívunk vendégelőadókat, vagy pedig, ha valamelyik klubtagunk elmér egy témában, akkor ő tart előadást a többieknek nekünk. Konkrétan említsük meg egy-két előadást, amik eddig voltak már. Hát dr. Simán Lászlótól láttunk előadást, Simon Attila. Ilyenkor miről szól egy, mondjuk az előbb említett úrtól az előadás, ez miről szól? Hát dr. Simán László, ő ugye természetfotós, vagy szocióképei vannak, gyönyörűek, ő a fiap, tehát nemzetközi minősítésű fotós, vagy a Simon Attila, ő nemzetközi sajtófotós, az ő kirándulásairól, vagy Szász Attila, aki a Triatlon Világszövetség fotósa, az ő barangolásaiból, versenyekről, verseny utáni, versenyek közötti életképek és hangulati képek. Mindenevők vagyunk. Itt önöknél is a technika folyamatosan fejlődik. Mennyire lehet ezt követni, vagy mennyire kell követni? Robert? Kell is követni, lehet is követni. Talán a legtöbb fotós azt gondolom, hogy azt mindennél fontosabb maga a fotós szem. Én azt gondolom, hogy meglátni a témát. Azt, hogy a megörökítésben milyen eszközöket használunk, ezen lehet vitatkozni. Vannak a gépek között táborok, nagy Canon és Nikon tábor, tehát van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én egy ilyen kompakt géppel fotózok, tehát mondjuk az én technikám az egyáltalán nem is egy csúcstechnikának nem lehet nevezni. Azt gondolom, hogy mindenki a meglátását tudja belevinni a képbe. A megörökítés módja az majdnem mindegy. Hogyha egy mondatot mondhatnának a hallgatóknak, hogy miért látogassanak ki erre a kiállításra, akkor mi lenne ez? Vegyék észre a világot. A körülöttünk levő világot főleg. Szerintem sokan a mostani kiállításnak egy része zalai kötődésű témákat tartalmaz, egy más része a Európa vagy világról. Érdekes lehet meglátni a világban rejlő szépségeket. Azt gondolom, hogy ezek gyönyörű mondatok voltak, és minden kedves hallgatót arra biztatok, hogy látogassanak el a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központjába a fotó kiállításra, amit egész a szeptember 13-áig látogatható. Én nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak a stúdióban. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen a kívást. Kedves hallgatóink, ez volt már a Közért című közéleti magazinunk. Remélem sok hasznos és érdekes információval tudtam önöknek szolgálni. A mikrofon mögött Berki Mónika volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Ha mindenről tudni akar, ami a városban történik, ez ügyben a Közért szól, a Közértben minden szó elhangzik. Politika, közélet, gazdaság, kultúra, egészségügy, tájékozódjon minden nap a maximális mértékig. Közért szól. Közért. Értünk rólunk. Készült a Média Tanács támogatásával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.